Fábián István Tizolt Vorrazades urat köszöntöm a stúdióban, a Gödöllői Katasztrófa Védelmi Kirendeltség vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Elérkezett az az időpont, amikor ugye összegezni tudjuk, hogy mi volt nyáron és mire kell vigyáznunk a őszi-téli időszakban, de előtte azért beszélgessünk néhány közeli eseményről. Nemrég mi is tanulni lehettünk a nézőkkel együtt egy katasztrófavédelmi gyakorlat, egy kiürítési gyakorlatnak a Gödöllőn itt az egyetemi sportcsarnokban. Mi volt ennek a lényege, jelentősége? Két fő jelentősége volt, két olyan dologból lett ez a gyakorlat megtervezve, meg végrehajtva. Az egyik dolog az volt, hogy a létesítmény hogyan áll készen egy ekkora tömegnek a befogadásakor, ha valamilyen esemény ott történik. Tehát nyitva vannak azok a megjelölt, kijelölt, meghatározott kijáratok, szellőzők, egyéb berendezések. Azon kívül, hogy tartják be ezeket a tűzvédelmi utasításokat, előírásokat. A másik dolog volt, ami miatt a gyerekeket felkészítsük arra, hogy egy pánik helyzetbe kerülnek, hogy hogyan viselkedjenek, mit csináljanak, hol meneküljenek, és merre menjenek ki, tehát ne történjenek olyan dolgok, ami annak idején megtörtént, hogy agyon taposták egymást, hogy mindenki a megfelelő útvonalat válassza, a legközelebbit, és ezáltal a biztonságosan ki tud jutni a szabad területre. Hát én azt gondolom, hogy ez alatt maguk a szakemberek is gyakorolnak, hiszen magának a létesítménynek is van egy, nem tudom jól mondani, egy tűzvédelmi felelőse, akinek tudnia kell a dolgát. Emellett meggondolom, hogy ezeket a mozzanatokat, a tűzoltók, rendőrök, mentősök, az együttműködést és egyáltalán magát a feladatot is nem árt gyakorolni, gondolom. Igen, nem árt gyakorolni. Mindig találunk, illetve állunk olyan helyzet elé, ami több olyan szervezetet, tűzoltó mentőtről beszélek, és a rendőrséget, hogy nem találkozott még. Ezért jobb olyan gyakorlatokon ezeket megismerni, mint egy éles helyzetben. Most itt nem csak, hogy a tűzvédelmi eljárásokat, nem csak a rendőrségnek olyan feladatait, ami a tömeggel, tömegbánásával, illetve a tömegkezelésével kapcsolatban, illetve ha történnek sérültek, mert itt is volt olyan, hogy számomra 8 diákot szándékosan eldugtunk, hogy keressék meg az ott lévő tűzoltók, tehát mindenféleképpen egy életmentést produkáljanak. A mentők is gyakorolják, nézzék azt, hogy hogyan tömeges balesetkor, tömeges problémakor, hogyan tudnak ők is ezzel bírni, és a közös munka eredményeként egy jó gyakorlat kapcsán elmondhatjuk azt, hogy bármikor bekövetkezik egy ilyen, ha ne következjen be egy ilyen baleset, vagy ilyen tragédia sorozat, akkor ott mind a három, mind a négy szervezet, mert a negyedik szervezet az egyetemnek a tűzvédelmise, az egyetem sportcsarnokának a vezetője, az ott dolgozók, ugyanúgy ezeknek a jónak, illetve a rossznak a részesei. Igen, most ugye én azon gondolkodom, hogy előbb említette, hogy a diákoknak is meg kell tanulni, hogy hogyan viselkedjenek ilyen helyzetben. Hát néhány száz diák befért ebbe a sportcsarnokba, de minden diáknak nem lehet elmondani. Hogyan hasznosulnak ezek a tapasztalatok, és hogyan jutnak el mondjuk azokhoz a diákokhoz, akik nem olyan szerencsések, hogy részt vehetnek egy ilyenben. Igen, van minden iskolának kötelező tűzriadó gyakorlata. Most az új, a törvény szerint be kell jelenteni a tűzoltóság, illetve a kirendeltségnek, hogy mikor tartja azt. Uh-huh. És ott ezeket a mozgási feladatokat meghatározzák neki az iskolába az osztályfőnökök, az iskola vezetése, a tűzvédelmi is, és ők ezt egy évben egyszer gyakorolják. Igaz, hogy olyan az elsősöknek ugyan egy idegen terület, mondanám a gimnáziumokba, vagy épp az általános iskolába, de akik már több év oda járnak, azok tényleg által az ég ismerik az iskolát, tehát nekik nem egy olyan nehéz feladat. Igen, ez egy komoly feladat volt, mert itt nem mindenki járt az egyetemnek a sportcsarnokába. Ez megint egy olyan újszerű, egy új terület, amit nekik is meg kellett ismerni. Így az iskolában is tanulják ezeket a lépéseket, hogy mit kell figyelembe venni, hol vannak azok a jelzők, azok a táblák, amiknek irányába kell haladni, ami kijelöli azt az útvonalat, ami a menekülési útvonal, sőt külön órákat is tartanak ebben kapcsolatban.
Van még egy másik nagyon jó lehetőség, nagy dolog, amit a közösségi szolgálattal kapcsolatban nekünk nagyon 20 iskolával van megállapodásunk itt a környéken, és ide járnak a gyerekek is, mi ezeket, hát nem is nap, mint nap, de egy évben kétszer-háromszor oktatjuk, beszélgetünk róla, most itt nagyon sokan voltak, akik a közösségi szolgálat, mint olyan egy feladatrendszert végigcsináltak, tehát át tudják adni egymásnak, át tudjuk adni nekik, így az mégis az iskolában is tanulják. Remélem, hogy így ebből mindenki olyan szintre fog érni, hogy történik egy nagyobb esemény, egy koncert, egy stadionban, vagy éppen egy nagy zárt területen, mert itt mindig a veszély a zárt területnek, de mint tudjuk, annak is megvannak a szabályai, és azt be kell tartani egy rendezőnek, egy szervezőnek. Na, még két dolog jutott eszembe, aztán szerintem tovább haladhatunk. Azon gondolkodom, hogy vajon hány órát kéne nekem állampolgárnak tréningezni addig, amíg megtanulnám azt a fegyelmet, hogy ne akarjak elsőként kijutni a jég a ház. Nem tudom, érti, hogy miről beszélek. Tehát, tulajdonképpen ami nagyon fontos az, hogy a fiatalok, most ugye a fiatalokról beszélünk, de hát ugyanígy történhet akár egy öregek otthonában, vagy bárhol, tehát most életkortól független a dolog. Az, hogy tudja, hogy merre vannak a menekülési útonak, ez nagyon fontos. Az, hogy tudja, hogy milyen jelzésekre mit kell csinálni, nagyon fontos. De ő az utolsó a sorba, és úgy érzi, hogy többiek kijutnak, és ő nem fog. Tehát ez már pszichológusi eset szerintem. Nem tudom, hogy erre van-e bármiféle forgatókönyv. Hát forgatókönyv olyan van, hogy az ott dolgozók, mondta itt a nyugdíjas otthonokat, tehát az ott dolgozóknak kell egy olyan képességgel rendelkeznie, hogy meg tudják az embereket nyugtatni. Tudják megértetni velük, hogy ne tolongjanak egymásra, mert láttunk több olyan katasztrófafilmet, úgynevezett katasztrófafilmet, kínaiak, volt egy belső tűz, és saját magukat nyomták oda a bejárathoz. Tehát akkora erőt tudnak kifejteni egy 4-5 sorban lévő embercsoport, hogy az ember el tudnak képzelni, és onnan már nincs menekvés. Ott seki, sebe nem tud menni senki. Tehát itt nagyon nagy felelősségük van a tanároknak, a gondozóknak, az ott lévő rendezőknek, akik meg tudják nyugtani az embereket, és olyan normális körülményeket tudnak biztosítani időzőjelben a hangukkal, a mozgásukkal, hogy nem fognak pánikba esni, és meg tudják érteni azt, hogy nem az a legfontosabb, hogy most én neki szaladjak annak a kijáratnak, mert nem biztos, hogy kiérek. Őket ki képezi? Folyamatosan kapják, tűzvédelmi és munkavédelmi oktatásban részesülnek. El kell mondanom, hogy tavalyi évtől a tűzvédelmet csak meg van határozva, hogy 10 és 100 fő között középfokú végzettséggel kell, ahogy rendelkezzen, 100 fő felett, pedig felsőfokú végzettséggel. Tehát ezek az emberek, most az óvodákat, bölcsődéket ellenőrizzük tűzvédelmi szempontból, és csak olyan tűzvédelmi se lehet annak az óvodának, bölcsődének, aki ennek a kritériumnak megfelel. Tehát magyarul szakemberek vannak, akik ezeket a rendezőket, mert tudjuk azt, hogy egy rendezvényen nagyon sok olyan személy van ott, aki rendészeti vagy egyéb feladatokkal van ellátva, akinek nem ez az elsődleges. De azokat a rendezvény megkezdés előtt kötelező oktatásban kell részesíteni, kötelezően fel kell készíteni olyan dolgokra, ami esetleg várható, hogy azt ő tudja kezelni. Nagyon fontos, hogy ezek az emberek tudják a dolgukat, de amikor bekövetkezik a baj és kiérkezik a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a polgári védelmi szakember, akkor ki a főnök? Akkor átveszik a helyektől a irányítást? Igen, rögtön átveszik, igen. Rögtön átveszik, onnantól kezdve speciálisan mi végezzük a feladatot. Tehát az a lényeg, hogy legalább addig. Igen, addig tökéletesen, de ha addig ők szépen megoldják, akkor nekünk már nincs. Jó, én azt gondolom, hogy itt az önök illetékessége vagy felelőssége, nem tudom, hogy mondjuk területén, ebben az évben ilyen komoly eset nem fordult elő, de tűzesetek azért voltak. Milyen év volt ez eddig önöknek? Hát egy mondatnál, hogy csendes, nyugodtabb év volt az előző évekhez képest. Inkább a műszaki balesetek azok, amik nap mint nap lefoglalják a kollégáimat, mert az időváltozás, hogy most minek nevezzem, de egyre több az, amik
gépjárműve koccanása. Több az autó. Több elképzelhető, annak is köszönhető, de most ez inkább, ez a nagyobb mennyiségben ezek tüzek szerencsére nincsenek. Sokat tettünk érte, hogy ne legyen, nagyon sok ellenőrzéseket végeztünk területeken kint, nagyon sok tulajdonost, föltulajdonost fel lett szólítva arra, hogy rakja rendbe a területét, tehát így úgymondván nincs, aminek égnie lehet, vagy amit be szoktak gyújtani. Vannak notórikus kisebb helyek, ahol egy-egy kisebb tűzeset előfordul, de nagy tüzeink nincs, nem volt. Tehát egy nyugodtabb évet idáig. Na, hála Istennek. Akkor forduljuk rá az őszre, térre, mert hogy ilyen tájt, szeptember-október táján önnel arról szoktunk mindig beszélgetni, hogy jön a fűtési szezon, ugye? Mit kell erről? Igen, jön a fűtési szezon, a nyár se volt fűtés nélkül, mert ahhoz, hogy a tisztálkodást el tudjuk végezni, ahhoz ugyanúgy a gázkazánokat üzemeltetni kell. Ott is, akkor is fennállnak ezek a veszélyek, amik egy nem jól működő kémény, egy rosszul működő kazán, egy túlságosan zárt tér, amit nem szellőztetünk rendesen, tehát az is beállhat. Igen, most ez tömegesebben fordul elő, jobban mondva, sokan fűtenek, majd kezdenek el fűteni, nagyon sokan bezárják az ajtót, az ablakot, kevesebbet szellőztetnek. Tehát most ami leglényegesebb, hogy mindenféleképpen a kéményeket felül kell vizsgálni, most működik rendesen a kéményseprés, mennek a kollégák, idézőjelben a kollégák, kéményt sepernek, tisztítanak. Hát úgy idézőjelben, hogy a katasztrófa védelem átvette a kéményseprő vállalatok feladatát, tehát szerintem már mosoly nélkül komoly kollégák. Konkrétan a mi kollégáinkra gondoltam. Tehát felül legyen vizsgálva a kémény mindenféleképpen, rendben legyen, egészséges legyen. Aztán a gázkészülékek, a másik legfontosabb, azt szintén felül kell vizsgáltatni, meg kell nézetni, mindenféleképpen méréseket kell végezni. Akkor nem szabad elhanyagolni azt, hogy nagyon jó ezek az új szigetelések, akár a fal szigetelésre, hogy nyílászárokra gondolok, de azt tudni kell, hogy egy külső égésterű gázkazán az belülről kívánja az oxigént, a levegőt, abból él, abból táplálkozik, és ha nincs utánpótlása, akkor sajnos egy idő után el fogja használni az oxigént, és nem szénmonoxid mérgezése fog, hanem lenni fájdalmai, hanem lesznek egyéb oxigén hiány fájdalmai. Tehát mindenféleképpen meg kell vizsgáltatni a lakásnak a szellőzését, hogy az maximálisan megkapja az utánpótlást. Tavaly beszélgettünk róla, hogy egy időben működik pára elszívó, egy időben működik kisebb kandallók, egy időben működik a lakáson belül gázkazán, ezek nagy mennyiségű levegőt fogyasztanak. A pára elszívó az még jobban rátesz egy ilyen zárt rendszerre, amikor a belső levegőt pumpálja kifele, magyarul vákumot teremt, így a levegő onnan fog beáramolni, ahonnan tud, így a kéményen keresztül visszahozván a szénmonoxidot. Hát bevezetünk egy újítást, közösen beadhatjuk a szabadalmi hivatalnak. Amikor nem fűz az asszony, akkor egy kapcsolóval meg lehet fordítani az áramlást, és kintről szívja be a jó hideg levegőt. Bár hát ugye az utóbbi időben elterjedtek, és azon abból van már több az olyan típusú gáz kazánok, amelyek kintről szívják a levegőt. Hát azoknak legfeljebb a hatásokra talán nem olyan magas, hiszen mindig a hideg levegőt kell melegíteniük, vagy a hideg, igen. Hát valamennyire, tehát dupla csőrendszerben van. Így van. Kívül megy, a belső csőben megy a füst, a külső csőben megy a, jön be vele a kinti levegő. Tehát valamennyire fel tudja melegíteni a belső cső, így van, mire odaér a tűztérbe. Itt a legfontosabb az, hogy zárt égésterű. Tehát nincs kapcsolata a belső levegőrendszerrel. Uh-huh. Tehát zárt. A teljes mértékben az égéstermék, az oxigén, az mind az kívülről kerül a gázkészülékbe, és onnan is távozik kintre. Tehát, és nagyon-nagyon jó hatásfokkal van felépítve a biztonsági rendszere. Bármilyen probléma van, nincs megfelelő nyomás, nagy a nyomás kívül, bármi történik, a rendszer leáll és nem dolgozik tovább. Na most azért ugye mindezzel kapcsolatban a lakás tüzek is elszaporodnak ősszel, télen, főleg karácsony táján.
még mindig szoktuk felgyújtani a karácsonyfákat, mert az annak jó hangulata van, ha ég a karácsonyfa. Nem tudom, tehát igazából gondolom, miután decemberig nem találkozunk ezekről is, kíván majd szót ejteni. Hát a másik meg, ami úgy szintén ilyenkor ősszel-télen előfordul, épp azért, mert kandallókat is működtetnek az emberek, fatüzelésű kandallót kipattan a szikra. Tehát a lakástüzek, gondolom most a kinti tüzekhez képest a lakástüzek száma nőhet meg. Mikor hívjunk tűzoltót? Tehát létezik-e olyan, hogy valaki kívja a tűzoltót, kijönnek a kollégái és azt mondják, hogy na ezért aztán nem kellett volna minket vigyasztani. Van ilyen? Minden esetben ki kell hívni a tűzoltót, bármi történik. Két dolog van, egy, a kicsiből van a nagy tűz, azt tudjuk nagyon jól. Ha akkor a kis tüzet sikerül megfogni, akkor nem lesz problémája. Másik, még ha nincs, saját maga el tudja oltani a tüzet, tehát megvan a megfelelő felszerelés, egy tűzoltókészülék vagy épp egy slag, de a tüzet mindenféleképpen be kell jelenteni hozzánk. Utána a biztosító felé bármilyen kárigénye keletkezik, azt csak akkor tudja igazolni, ha mi adunk neki igazolást. Tehát ez a két dolog, egy a törvény miatt kell minden tüzet be kell jelenteni, a másik pedig az, hogy a szakemberek végezzék az oltást, szakemberek, mert ő is eloltotta, ott hagyja, jóké, rendben van minden, és képes 2-3 óra múlva újra gerjedni a tűz, és lehet, hogy nagyobb tűz lett belőle. Ugye este lemegy, tudom, 9 órakor, lefekszik 11-kor, és akkor ég a pincér. Többször előfordult már olyan, pont a vegyes tüzeléseknél van olyan gond, hogy megpakolja még este azért, hogy éjszaka hagy melegedjen a víz, azért hagy, nehogy fázzanak reggel, és vagy elzárja, vagy nem zárja el. Már én értelem, hogy teljesen a tűztereket a külső tértől, és ha nem zárja rendesen, kipattani szikra, ő már előkészíti a következő begyújtáshoz a kis papírját, a kis apró fáját, egyéb dolgokat, és akkor keletkezik tűz, és hajnal 2-kor arra ébred, hogy minden füstben van. Tehát erre nagyon vigyázni kell, hogy ezeket a dolgokat ne úgy csináljuk, meg hogy zárjuk el a kazánoknak az ajtaját, amiről meg kezdtük az elején, minden tüzet jelentsenek be, és inkább megyünk ki feleslegesen, mint hogy egyszer ne menjünk ki, és utána pedig óriási kár legyen. Beszéljünk a felelősségről is egy kicsit, mert erről még nem beszéltünk. Ugye előfordul, hogy az ember saját maga gondatlanságából fakadóan tüzet okoz a saját lakásában, udvarán és így tovább. Itt mondjuk kára keletkezik, tételezzük fel, hogy nincs biztosítása, ez lenyeli. Felelőse ő ezért, tesz-e a tűzoltóság feljelentést, mert hát hiszen gondatlanságból ő mégiscsak tüzet okozott, vagy csak akkor, ha mondjuk ez a tűz átterjed a szomszédja területére, közterületre, tehát másnak is kárt okoz. A másnak is kárt okoz. Tehát gondatlanul, tehát valamilyen dolgot ott felejtette például, nagyon sokszor előfordul, hogy elkezd valami kis étel dolgot összehozni, és akkor jön a postás, vagy éppen telefon beszélgetés kapcsán nem figyel oda, az olaj a serpenyőben, vagy ott a hús begyullad a magas hőtől, mellette még általában szokták a függönyt, mert általában ott van egy kazán, minden ott legyen, polcok, egyéb dolgok, ott begyullad, szomszéd látja, szól a tűzoltóknak, kimegyünk, eloltjuk, rendezzük a sorokat, tehát ebből különösebb gondja, problémája nincs. De ha kimegy és égetés napján, mert azért hangsúlyozom az égetés napját, az avar, és a kerti hulladékoknak az égetését, arról is néhány gondolat, hogy csak akkor lehet, amikor az önkormányzat rendelete engedi, és általában a tűzoltási tilalom el van rendelve, akkor ez is tiltja. Tehát ő szabály és keretek között elkezd égetni egy kerti hulladékot. El van készítve a víz, a lapát, egyéb dolog, körbezárja. Valamiért beszalad, és közben jön egy kis szél, ami megkap egy kis lángdarabot, és átvisz a szomszédnak, és a szomszédnak leég a kis fáskromlája, vagy éppen nagyobb kárt okoz, akkor felelős. Akkor ő a felelős azért, mert nem vigyázott az utolsó első perctől az utolsó percig. Ha kioltja a tüzet, beoltja, akkor mehetett volna be telefonálni, vagy akkor gondoltott volna arra, hogy ott hagyja a tüzet, nem pedig
menet közben. Tehát ekkor nagyon felelős. Meg van még a harmadik rész, aki szándékosan meggyújt valakinek bármit, vagy éppen van olyan is, hogy betelefonál, hogy itt ott tűz keletkezett, menjünk ki, és ez egy szándékos megtévesztő hívás, ami szintén büntetéssel, vonulási költségek megtérítésével jár. Tehát általában ezek az apró figyelmetlen dolgok, ami tényleg a saját belső kárára megy, mint ez az ételégetés, vagy éppen egyéb apróság, az nem büntetendő. De ha másnak kárt okoz, az büntetendő. Összeállítélel kapcsolatban azt gondolom, hogy legtöbb problémára már felhívtuk a figyelmet. Egy valamire ad kérdezzek vissza, csak egy igentemet várok öntől. Említette, hogy a kollégái dolgoznak, tehát igen, tessék a kéményeket vizsgáltatni. Jelen pillanatban van egy parlamenti előterjesztés, ami ugye arról szól, és még nem tudjuk a kimenetelét, hogy ne legyen ez egy kötelező dolog, a magánszemély saját maga döntse el, hogy akarja a kéményeit tisztítatni, vagy nem akarja. Ha véletlenül az a döntés születne, hogy rá van bízva a lakosra, hogy ő döntse el, hogy tisztítassa a kéményt, akkor ő mit javasol? Mert az, hogy dönt a parlament, ez nem a mi dolgunk. Viszont ha előáll egy ilyen helyzet, akkor mi a javaslat? Mindenféleképpen azt mondom, minden éven vizsgáltassa felül a kéményét, főleg egy régi típusú kazánokkal, az új lakásoknál, ott van úgy, hogy nekem is egy zárt téri kazánom van, az három évenként kell felülvizsgálni. Meg 5 évenként a kazán. Tehát ez egy normális dolog, az újaknál nincs probléma. De akik régi építésű kéményekkel, főleg ezek a régi téglakémények, vagy nyíltér égésterű kazánokkal, azok vizsgáltassák felül úgy a kéményt, úgy a kazánt, és vegyenek szénmonoxid érzékelőt mindenféleképpen, az ő biztonságuk sokkal többet ér, mint akár egy ilyen, vagy egy olyan törvénymódosítás. Még egy dolgot szeretnék kérni, hogy most meghirdettük a tűzoltóságról felvételt, szeretnénk, ha minél több fiatal választaná ezt a hivatást. Október 20-án egész nap benn vagyunk a tűzoltóságon, érdeklődőket, aki szeretne tűzoltó lenni, szeretne másokon segíteni, szeretne hivatását megtalálni, az jelentkezzen nálunk is, jöjjön el és kapcsolódjon be a mi munkánkba, meglátja, nem lesz értelmetlen, és büszke lesz arra, hogy ő is tűzoltó. Ez egy jó végszó is lehetne, de én azért rákérdezek, jól meg vannak fizetve a tűzoltó kollégák? Mekkora a lemorzsolódás, mekkora a fluktuáció? Miért jó az a pálya, amellett, hogy társadalmi megbecsüléssel jár? A kormány a béremelésünket három fázisban elindította, az 18-ba fog befejeződni, tehát bérjellegű olyan dolgaink, főleg az, aki első pályakezdőként jelentkezik hozzánk, nem lesz, van lehetősége tanulni, van lehetősége több bért kapnia, ha tud majd vele élni. Értem, tehát még egyszer október 20-án reggel 8-tól 16 óráig Gödöllőn a tűzoltóságon, a Gödöllő Szabadság utca 28-án alatt. Értem. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy. Nagyon szívesen.